Tehát teljesen más témakör. Bizonyos alapvető funkciókat, alapvető információkat itt a csomagkezelés kapcsán már ugye a legelső virtuális gép telepítése közbeni mese közben azért már itt elszórtam. Úgyhogy menjünk bele kicsit részletesebben, nem nagyon, mert az ugye önmagában jövő hétvégéig is eltartana, de csak úgy elindulás szintig. Ugye volt arról szó, hogy a Linuxok jellemzően az egyes szoftver komponenseket úgynevezett csomagokban tárolják, és te tulajdonképp csomagok telepítésével tudod előállítani a számodra szükséges operációs rendszer környezetet. Hogy világos legyen, egy szervernél nem biztos, hogy feltétlenül szükség van grafikus felületre, tehát a grafikus felület az csomagként érhető el. Ha ezt nem telepíted fel, akkor nem lesz. Nem azt mondom, hogy baj, ha föltelepíted, de egyébként baj, de nem kötelező. Na most, csomagformátumból, mint említettem, van két nagyon elterjedten használt formátum. Az eredetileg a Debian disztribúcióban bevezetett Deb formátum, illetve a Red Hat disztribúcióban kitalált RPM nevű formátum. Van egy harmadik, ezt így nem igazán szokták csomagnak hívni, ez a TGZ. Ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy ilyen tömörített csomagolt fájl struktúrát. Leglényegesebb különbség az, hogy a Deb és az RPM nem csak magukat a fölrakandó fájlokat tartalmazza, hanem hihetetlen mennyiségű segédinformációt. Ezek a targézák, ahogy szokták mondani, vagy hihetetlen undormány fordításban kátránylabdák, ezek gyakorlatilag csak fájlstruktúrát tartalmaznak, és nagyon sok információ nincs benne. Hozzátartozik egyébként az igazsághoz, hogy létezik olyan, aki ugyanezt a TGZ formátumot használja, de speciális nevű fájlokban valóban vannak metainformációk is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az önmagában rossz. De a elterjedtebb csomag formátumok közé még nem sorolnám. Na most, az, hogy a csomagok telepítését hogy tudod megoldani, és miket tudsz vele megoldani, az nagy mértékben meghatározza azt, hogy mit mondanak az adott csomagformátumról, mennyire jó, mennyire kényelmes, mennyire rugalmas, mennyire használható. És emeltem pár ilyen érdekesebb dolgot, ami nem biztos, hogy kapásból beugrik valakinek. Triviális. Van-e függőségkezelés? Magyarul, ahhoz, hogy az itt föltelepített alkalmazás fusson, szükséges-e valami másik csomagban levő, másik komponens? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Egy webszerver az önmagában jól el tud dolgozni, de sok esetben szeretnének bizonyos információt adatbázisban tárolni. Ha én elő akarok állítani egy olyan környezetet, ami ezt könnyen kezelhetővé teszi, akkor csináltok egy olyan csomagot, aminek függősége a webszerver, az adatbázis kezelő, az izé, az akármi, a 46. mellékes komponens. Nekem elég ezt a mondjuk úgy metacsomagot felrakni, és ha van függőségkezelés, akkor a csomagkezelő majd esetleg magával rántja automatikusan azokat, amik kellenek. Ez egyébként a csomagkezelőnek egy létező, vagy sajnos nem létező funkciója, hogy a függőségkezelés például ilyen automatikus telepítést jelente, vagy csak annyit, hogy közli, hogy nagyon sajnálom, mivel nincs fönt a Z nevű csomag, én nem telepítem föl az U nevű csomagot, mert úgyse tudsz vele mit kezdeni. Másik, ütközéskezelés. Ha fönt van az U csomag, akkor a V-t már nem lehet fölrakni, például mert ugyanolyan nevű fájlokat tárolnak a könyvtár struktúrák azonos pontján. Ez leginkább olyankor jellemző, amikor korábban valaki írt egy szoftvert, más nem elégedett vele, és elkezdi ő egy másik irányba továbbfejleszteni, de még 99%-a pont ugyanaz, mint amit az eredeti szoftverfejlesztő írt, tehát ugyanott van a konfigurációs fájlja, ugyanott vannak a leírásai, minden ugyanaz, csak másképp online dolgokat. Természetesen olyan is lehet, hogy ezek a függések, illetve ütközések konkrét csomagverzióra, vagy verziókra, vagy akár sok-sok különböző verzió listára vonatkozik.
Fölrakhatom, hogyha az 5.6-os verzió van, meg akkor is, ha az 5.7-es, de 5.8, 5.9, 5.10 és 5.11-en ütközik, ellenben 5.12-től megínjon. Ilyeneket van, ahol meg lehet csinálni, és mint olyan, ez egy létező jellemzője a csomagkezelésnek, hogy ez egyáltalán megadható-e. Na most, a csomagkezelésnek egy komolyabb szintje tulajdonképp, ami azt mondja, hogy könnyedén lehetővé teszi azt, hogyha fönt van egy szoftver 1.3-as verziója, akkor én föl tudjam rakni az 1.4-est. Önmagában ugye látszólag triviális. Hát leszedem az 1.3-as verziót, eltávolítom a csomagot, majd felrakom az 1.4-est. Igen ám, na de mi van, hogyha az 1.3-as verzió csomag valaki másnak a függősége? Akkor amikor leszedtem, akkor ez a függőség megtörik. Mit kell ilyenkor csinálni? Hát nyilván le kell szedni azt is, aki őtőle függ. És ugye, ha jó a függőségkezelés, akkor ugye az 1.4-essel is majd kezelhető. Na most ugye elképzelem, hogy leszedem a legalacsonyabb, legprimitívebb csomagot, aminek mind a 13.000 csomag függősége, bocsánat, fordítva, ami mind a 13.000-nek függősége, tehát leszedem mind a 13.000-et pluszba, ezt fölrakom az 1.4-eshez, és visszarakom teljesen ugyanazokat a verziókat. Nyilván, ha ez így megy, az a jó, lenyeljük kategória, de a jó az, hogyha ez nem így működik. Tehát az, amikor én azt mondom, hogy lehet-e frissíteni, az tulajdonképpen ezt jelenti, hogy ha a függőségek, ütközések lehetővé teszi, akkor az, hogy ő leszedi a régit, helyébe rakja az újat, és hogy az összes függőséget korrekten katyába rázza, ez mennyire automatikus. Működik-e ezek után, jó lesz-e a csomagadatbázis ilyesmi. Ezek mind olyan funkciók, amik ha vannak, jók. Nyilván nem zsontam el azt, hogy természetszerűleg alapvetőnek tekintem azt, hogy egy csomagot föl tudjak lenni, rakni, le tudjam kérdezni, hogy mi van fönn, le tudjam kérdezni, hogy egy adott csomaghoz mi tartozik, sőt, le is tudjam szedni a csomagot. Ezeket, ha egy csomagkezelő nem nyújtja, akkor sok mindent lehet mondani, de azt, hogy ő csomagkezelő lenne, azt nem lehet mondani. Akkor az nem az. Na most, és itt a legutolsó sorban odaírtam valamit, ami hát nem feltétlenül triviális, és ma, ha mindenki magába száll, akkor tudja, hogy nem is igazán így szokott ő dolgozni. Mennyire megbízható az a csomag? Mondjuk, aki komoly nagyvállalati rendszereket üzemeltet, az természetszerűleg tudja, hogy a szerverrel nem bárhonnan letöltött applikációt túrok föl, hanem csak meghatározott helyről. Ezt ugye újabb, egyre modernebb Windows verziókban egyre jobban beleégetik az ember agyába, hogy ilyen-olyan, amolyan digitális aláírások, meg certifikátok, meg alapján szól neked a rendszer, amikor egy csomagot telepítesz. Ne, hanem úgy megbízhatatlan forrásból jött. Aláírója Microsoft Corporation. Bújjújjújjújjúj, akkor itt valami hiba van. Na most ez egyébként sajnos lehet valódi hiba a Microsoft saját rendszerében, hogy kibocsátott egy hibás csomagot, reálisan az mire hozzánk eljut, addigra kijavítják, és lehet az, hogy valaki hamisította, és ő Microsoftnak hazudja magát, holott nem ő az. Na most, a lényeg, hogy ugye ez az, ami egyébként legtöbb ilyen otthoni rendszernél a probléma forrása legalapvetőbb eleme, honnan is töltjük le, azt mondták, hogy nagyon jó képnézegető a Google, Bing, Yahoo, kinek mi a kedvence, honnan lehet letölteni, download.org.com, tukaos.net, gyűn valahonnan. Jobb esetben rátalálsz egy oldalra, ami azt állítja magáról, hogy ő a fejlesztője. Nem arról van szó, hogy én feltétlenül minden létező szoftvernek az utolsó bitjét végig ellenőrzöm, de hogy őszintén honnan a francból tudjam, hogy tényleg ő a fejlesztője. Honnan a vállalatból tudjam, hogy ő csak azt a funkciót valósítja meg, ami ott harsog a leírásban, és nem csinál egyebet. Tehát ezt ugye általában... Elhisszük, ugye? Jellemzően elhisszük. Vannak cégek, akinél csak egyszer kell, elfogadod az ő certjét, és onnantól kezdve az Adobe-tól jövő dolgok. Már automatába mehetnek, és vannak, ahol ez bizony nem így működik. Azaz, igazából a csomagkezelésnek ez is egy meglehetősen fontos része lenne, hogy mégis milyen megbízhatósága van.
nem arról van szó, hogy a megbízhatóság azt biztosítja, hogy hibátlan. Nem arról van szó, hogy azt biztosítja, hogy kizárólag azt csinálja, ami a dokumentációban benne van. Már amennyien a dokumentációt így olvasnak, simán bele lehetne írni. Figyelj, elveszem az összes vagyonodat, letörlöm a diszkjeidet. Úgy se nézi meg senki. Az az egyetlen ember tegye fel a kezét, aki úgy sincs itt, aki még minden létező licensz szöveget elolvasott. Akkor ugye most te tudod, hogy veled mi mindent csinálhatnak a szoftverek. Kedvencem az volt egyébként, ami ugye csak akkor volt hajlandó elfogadni az okét, amikor leszolvasztam az aljára. Rákattintottam és földobta egy az ablakon, hogy gratulálok, 3 nanoszekundum alatt elolvastál 48 oldalt. Hát igen. Szóval maradjunk annyiba, hogy az hitelesítés az igazából csak annyit, hogy egy elvileg megbízható forrásban állították elő a csomagot. Nem jelent egy bittel se többet, mint az, hogy az Oracle adta ki, vagy most attól abba hagyom, megpróbálom megalámni a cégek idézgetését, semmivel nem jelent többet, csak azt, hogy náluk készült. Na most, hát jelenleg, hogy ebből a háromból gyakorlatilag legelsőként a Debian, másodikként a Red Hat-féle RPM volt az, amelyik a hitelesítésnek ezt a szintjét is nyújtotta. Gyakorlatilag az összes egyéb csomagformátum olyan, vagy van neki ilyenje, vagy nincs kategória, de az itt felsoroltakat azért hála jó Istennek ma már valamilyen szinten mindenki tudja. Na hát akkor, mint említettem, a Deb csomagformátum és a ehhez tartozó csomagkezelő, amit úgy hívnak, hogy DPKG, az eredendően a Debianba indult hódító útjára, és hát aztán hogy az innen kivált vagy átalakult Ubuntu ezt a formátumot és a hozzátartozó infrastruktúrát is átvette. Itt, ha kezemben van a csomag, akkor a telepítés baromi egyszerű, DPKG-II, mint install, úgy gondolom nem kell túl bonyolítani. És ugye megadom a csomag nevét. Na most, a csomagoknak, mint említettem, verziójuk is van. Ha a -i opcióval föltelepítettem egy csomagot, akkor természetesen ezt le is szedhetem. Erre szolgál a dpkg-r, R mint remove. Na most, itt ugye megadhatom csak simán a csomag nevét, vagy akár a csomag verziószámmal kibővített nevét is. Egy nagyon lényeges info viszont kimaradt. A csomag telepítése során egy jól elkészített csomagnak van egy konfigurációs fázisa is. Legtöbb alkalmazás bizonyos műveleteket változtatható módon, illetve nem mondhatom, hogy választható módon hajlandó megcsinálni. Ezekre általában valamikor meg kell mondanod, hogy te mégis hogyan akarod használni. Ez a csomag konfigurálása, ami alapesetben a telepítés során lefog. Te föltelepíted, és majd lekonfigurálja magát, tehát létrehoz egy valamilyen beállításkészlete. Ez van olyan alkalmazás, aminél totálisan, teljes mértékig automatába zajlik, és van olyan, amelyiknél különböző kérdéseket tesz föl, interaktívan intézi. A lényeg előállít egy vagy több konfigurációt, vagy konfigurációs fájt könyvtárkodatnak, amit ha akarsz, te a későbbiek során persze módosíthatsz. Na most, ezek után, hogyha te azt mondod, hogy DPKG-R, akkor ez remove-ként a esetleg általad már módosított konfigurációt a helyén hagyja. Eredménye, hogyha például a későbbiek során újra vissza akarod rakni, mert rájött, hogy mégiscsak kell, akkor nem kell újra kitalálni minden mackot. Következő install, ugye ott van már a konfiguráció, lehet használni. Hátulütője persze van, nyilván amint nem akarod visszatenni többet, akkor ugye valami szemét ott maradt a csomagból. Ezért aztán a remove mellett jó pár éve van egy purge opció, ami a törlésnek egy durvább formája, amikor mindent, még az esetleg által módosított konfigurációt is kitörli. Tehát technikailag teljes egészében eltűnik a szemed elől, a rendszer nem fog tudni arról, hogy ez valaha föl volt telepítve, nyoma nem marad. Feltételezzük, hogy jól van megcsinálva, tehát nyoma nem marad. Na most, nyilvánvalóan
ha látni akarom, hogy mik vannak fönn, akkor erre például listázó parancsal rá lehet kérdezni. Ez egy eléggé elsőre kicsit olyan szemetvedett jellegű listát generál, amiben látszik mindenféle olyan információ, ami nem biztos, hogy kéne, installálva van, nincs találva van, van, nincs, hibás, ilyen-olyan problémái vannak vele. De a lényeg az, hogy ezek itt az alapvető dolgok. Föltenni tudod, letenni, leszedni tudod, kilistázni tudod, rá tudsz kérdezni. Nyilván, hogyha ugye, tovább akarsz menni, akkor van DPKG, és a maradék 53 opciót mind-mind meg kell érteni. Természetesen olyanra is van példa, hogy te egy csomagra kicsit részletesebben rákérdezzél, mi van benne, konkrétan milyen fájlokból áll, rákérdezzél a függőségeire, ő mitől függ, ő minek a függőségeire. Mint említettem, a másik nagy csomagformátum az RPM a Red Hat-től. Ugye a Red Hat kapcsán említettem, hogy vállalati disztribúcióját úgy hívják, hogy Red Hat Enterprise Linux, RHEL-nek szokták emlegetni, és van neki legalább két olyan klónja, ami a publikusan elérhető forráskódokban egy ilyen újrafordítással előállítja. Ugyanazt, mert ugye minden feltétel megfelel, csak éppen még a Red Hat a saját termékért, a szapportjáért némi pénzt kér, ezek az újrafordítottak természetesen szapport nélküli rendszerként érhetők el. Általában azt szokták mondani, hogy azért jó, mert megkapod azt a stabilitást, megkapod tulajdonképp a frissítéseket, de nem kell fizetni. De nem kapsz érte supportot. Tehát ez a CentOS-nek, ugye Community Enterprise Operating Systemnek nevezett, illetve Scientific Linuxnak nevezett izé, ezek gyakorlatilag Red Hat klónok. És mint ilyen, nyilván ugyanezt az RPM formátumot és csomagkezelőt használja. A másik nagy vállalati pénzes supporttal bíró disztribúció az a SUSE, Novell SUSE vonulat, ugye, hogy mai mikor, hogy hívták éppen a tulajcégen, aminek szintén létezik kereskedelmi terméktámogatással rendelkező verziója, ez a SUSE Linux Enterprise Server, az a slash névre hallgató verziója. Na most tudtommal, lehet, hogy el vagyok már késve, tévedve, tudtommal slashből nincs ilyen utána épített, mint amilyen mondjuk a Red Hat. De mondjuk, ahogy a Red Hatnek emlegettem az elején, hogy van egy Fedora nevű, ilyen elsősorban desktopra kihegyezett, kicsit talán barátságosabb, ám de úgy szintén supportmentes ingyenes verziója, a slashnek is van, az OpenSUSE nevű, ingyen elérhető és mondjuk úgy, hogy vállalati support nélkül használható formája. Na most ezeket egy kalap alá soroltam, mert mind-mind ugyanazt az RPM csomagformátumot, illetve csomagkezelőt használja. Mind a DEB-ben, mind az RPM-ben ugyanaz van. Benne vannak a csomagban a fájlok, benne van egy halom metaadat információ, és tudja egyébként azokat, amiket az előzőekben itt elmondtam, tehát függőség, ütközéskezelés, verzióvizsgálat, update lehetősége, és így tovább. Na most, RPM csomagok használatánál nem csak a csomagnak az a neve, hogy akármi pont RPM, hanem a parancsnak magának is az, hogy RPM. És hát, mint látható, majdnem pont ugyanúgy végezhető a csomagok alapszintű kezelése. RPM-ível lehet installálni, E-vel, mint erase, lehet törölni a csomagokat, és mit ad Isten, itt a query opcióval lehet különböző információkat lekérdezni a csomagokról. Természetszerűleg ez ugye most három hihetetlen alap, primitív opció volt, és ezen kívül van megint egy vagoni. Na most, itt az I mellé raktam oda az nagy U, mint update opciót. Magyarul RPMS környezetben általában azt tartják, hogy feltéve, hogy magát az RPM parancsot használod, mert mindjárt tovább lépünk. Abban az esetben szinte biztos te nem installálni, hanem update-elni akarsz, ugyanis az update úgy működik, ha még nem volt fönn, fölrakja, ha fönn volt, akkor frissíti. Magyarul ugye a cél az, hogy lehetőség szerint a legutolsó verzió legyen fönn abból az adott alkalmazásból, és nyilván frissítés esetén pont ugyanúgy ilyen ütközések, függőségkezelések működnek, mint hogy ez korábban volt. Na most,
ezzel a két eszközzel, tehát magával a DPKJ-val, az RPM-mel is, ugyanaz az alapvető probléma van. Baromi sok információ tárolódik, de valahogy a te feladatod az, hogy megkerest, hogy hol a bánatban van az a csomag, a saját gépedre valahogyan átjuttassad, majd utána azt mondjad, hogy DPKG vagy RPM, és installál. Na most, ezzel igazából addig nincsen gond, amíg egy teljesen szeparált gép, megvan a telepítő média, mert innentől kezdve bedugod a telepítő CD-t, vagy kézzel fölmountolod, vagy automatikusan fölcsatolódik, mindegy, és elérhető rajta tárolt adat. Tehát innentől kezdve az, hogy most a csomagok hogy vannak, hogy kerülnek hozzá, az adott, mert ott van. Na de ugye egy hálózatra kötött gép esetén, ez már nem ennyire egyértelmű, eleve például legtöbb terjesztésből léteznek ilyen minimalista, meg hálózati install és hasonló néven emlegetett példányok, aminek pont az a lényeg, hogy a csomagok nincsenek rajta. Na most ha abból kiindulunk, hogy lassan már van disztribúció, ami 10 DVD-n adja a hihetetlen mennyiségű csomagját, ami egyébként mire elér hozzád addigra elavul a háromnegyede, hát innentől kezdve nyilván nem sok értelme van. Egy viszonylag jó internetpenetrációs környezetben, jó hálózati kapcsolatnál tulajdonképp fölösleges is az, hogy te CD-n, DVD-n akármi megkapja. Ha valahonnan máshonnan elő tudjad szedni. Na most itt a probléma, hogy honnan szeded elő. Na most hát ez gyakorlatban két dolgokhoz vezetett. Az egyik a mindenki megtanult keresőket használni. Hol lehet letölteni Debian 5.6.7 verzióhoz azt a csomagot, hogy? A másik fele, hogy, és persze ugye higult a szakma, tehát ugye elkezdtek mindenféle olyan csomagok előállni, amelyek nem teljesen illeszkedtek a készletbe. Tehát tulajdonképpen ennek a fajta csomagkezelésnek sajnos vannak hátulütői. Nem véletlen, hogy tovább léptek, és ma már ezeket a parancsokat csak inkább hibaelhárítási esetben szokták javasolni, és meglehetősen ritkán használóknak, úgymond ők, hogy mondjam, a napi rendszerességgel, ugyanis úgynevezett metacsomagok, metacsomagkezelők használata irányába ment el a világ. A lényeg roppant egyszerű. Bevezetünk egy fogalmat, amit repozitorinak, vagy egyszerűen repónak hívunk. Tudja, a repó az tároló. A repó az gyakorlatilag csomagtároló. Most, hogy ez fizikailag milyen struktúrájú, az átlagföldi halandót nem érdekli, és nem is kell tudnia. Valamilyen könyvtár struktúra általában különböző metaadatokkal megspékelve, amely többségében elérhető hálózaton, FTP protokollal, HTTP protokollal, vagy HTTPS-sel, vagy megteheted azt, hogy a saját gépet, saját diszkén valahol létrehozol egy repót, és onnantól kezdve, hogyha megmondod, hogy ezt a repót használni akarod, akkor ugyanúgy működik minden. Azaz, a repó az egy valaki által összeállított csomagtároló, aminek a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy ott van benne valakik által jobb esetben jól összeállított csomagkészlet. És már csak egy lépés van hátra a használatához. Egyszerűen egy új eszközt kell megtanulni, amely eszköz önmaga föltérképező, hogy az egyes repókban mit talál, föltérképező, hogy amit te keresel, az melyik repóban van, és az adott repóból majd leszedi. Na most a repó az lehet a gépbe bedugott DVD lejátszó, van DVD lemez könyvtár struktúráján, ja, maga, illetve lehet, mint mondottam, egy webserver által szolgáltatott tartalom. A lényeg, hogy a csomagkezelésnek ez a mondjuk úgy, hogy emelt szintje, bár az kicsit magasztos megfogalmazás, ez leveszi a vállodról azt, hogy te megkerest. Még valami, elegettem itt a csomagfüggőségnél egy ilyen félmondatban, hogy az, hogy a függőségbe az is beletartozik, hogy neked automatikusan telepíti
látják-e a függőséget, vagy nem, az bizony egy eléggé kérdéses dolog. Na most gyakorlatilag a repo kezelésnél ez egyértelműen alapértelmezetté vált. Azaz, még az ilyen alapszintű csomagkezelésnél bizony van olyan, hogy hiába van ott ugyanabban a könyvtárban a csomag és a függősége, ő nem telepíti föl. Csak mondd egy olyat, hogy elnézést, van egy függőség probléma, és neked kell megmondani, és van olyan, amelyik azt mondja, hogy ja, te a lokális könyvtárban akarsz telepíteni egy csomagot, nekem viszont függőség problémám van, hogyan körülnézek már be a lokális könyvtárban? Jé, hát itt a függőség feloldására szükséges csomag. Mi lenne, ha föltelepítenék? Nyilván mind a kettőt meg lehet magyarázni, hogy miért jó. Na most a repo alapú csomagkezelést, egy gyakorlatilag az az alapértelmezés, hogy ha neked a Z csomag kell, aminek van függősége, ami hiányzik, akkor az nem kérdéses, hogy azt föl kell rakni. Nyilván az lehet a szokatlan, ha azt nem kell. Tehát alapértelmezetten igenis, hogy megtalálja a függőséget, akkor azt le fogja szedni és le fogja telepíteni. Ezzel nekem nincs dolga. Na most a függőségkezelésre a DEB alapú rendszerekben egy úgynevezett APT névre hallgató csomagkezelő rendszert építettek. Ennek van néhány jellemző komponens, az apt-get, meg apt-cache, meg apt-file, meg apt nem tudom én még mi a jó isten. Illetve van egy kicsit talán intelligensebb az aptitude. Én őszintén szólva azt nem használtam. Gyakorlatilag megnéztem, jól a kategóriának minősítettem. Én ugye a parancsori apt-get stílusában használom, ha muszáj. Lényege apt-get install csomagnév. És ha be van konfigurálva egy vagy több repo, akkor majd ő ezt elintézi. Kikeresi, hogy hol a csomag, kikeresi a függőségeit, kikeresi, hogy az adott függőséget nálam elérhető, vagy ha nálam nem, akkor valamely bekonfigurált repóban ott van-e. Ha igen, akkor leszedi, kikeresi a függőségét, és ezt addig csinálja, amíg vagy egy cirkuláris függőség néha nyatt esik, ez ma már azért egyre kevésbé jellemző, vagy eljut odáig, hogy minden függőség vagy már eleve ki van elégítve, fönt van, vagy mindegyiket ki tudom elégíteni, mert megtaláltam az egyik repóban. És ebben az esetben szépen a 653 függőségével együtt föltelepíti a szoftvert. A Red Hat világban, itt egyértelműen Red Hat-et mondok, ott hosszú éveken keresztül semmi nem volt, tehát gyakorlatilag repo alapú csomagkezelés nem működött. Később megjelent egy egyébként nem a Red Hat által kifejlesztett csomagkezelő, amit úgy hívnak, hogy YUM. A neve utal egyébként, volt egy hát ma már eléggé marginális disztribúció, úgy hívták, hogy Yellowdog Linux, és az ő Yellowdog Update Manager szoftvere ez a YUM, amit aztán a Red Hat végül átvett és beépített a rendszerébe. Illetve a SUSE ág szintén kitalált egy elveiben nagyon hasonlóan működő eszközt, ők Zippernek hívják. Innentől kezdve tulajdonképp mindenki elviekben ugyanazt csinálja. Van egy központi csomagtároló, amiben függőségek, ütközések, egyebek benne vannak. A csomagokat ebben a tárolóban a tároló előállítója időnként frissíti. Ezt értsd úgy, hogy van, ahol naponta, van, ahol óránként, van, ahol két havonta egyszer. Majd a továbbiakban neked a csomag telepítés hihetetlenül egyszerű. Az operációs rendszer telepítése általában a gyártó gyári repóját automatikusan bekonfigurálja. Tehát neked csak akkor kell a repókkal foglalkozni, hogyha újabbakat akarsz beépíteni. De ha be van konfigurálva, és mint mondtam, általában be van, akkor körülbelül ennyi. Apt-get install csomagneve, YUM remove csomagneve, Zipper update csomagneve. Hát ugye többé-kevésbé hasonlítanak, úgy kell érteni, hogy például az apt-get install az frissít neked, hogyha már van egy régebbi verziód. Tehát nincs külön update. A apt-get remove az ugyanúgy működik, mint ahogy egyébként a YUM install, meg a Zipper install. De nem véletlenül csak ezt a három alapparancsot írtam le, mert azért többiben már erőteljesen eltérnek egymástól. Mindaddiknél van még egy pont, ami eddig kimaradt. Konkrétan a központi repo, mint mondtam, egy csomó metainformációt is tárol.
Na most gyakorlatilag mindegyik ilyen intelligensebb csomagkezelő ugyanazt meg tudja csinálni, ezeket a metainformációkat le tudja tölteni. Csak a metainformációkat, ami egyébként önmagában is tud szép vagy hálózati forgalmat generálni, de ennek ugye az az előnye, hogy villámgyorsan lokális diszkről elő tudja nekem keresni, hogy pontosan hol is van az a csomag, mi tartozik bele, fönt van-e, milyen függő, izé. Igen ám, csak mint mondtam, rendszeresek a központi csomagtárolóval a javítása. Kijön egy új verzió, ad abszolút, bekerül egy új applikáció. Na most, ha én azt ugye korábban letöltöttem, akkor mi a helyzet? Na most, helyzet volt. Egyszerű, van olyan, amelyiknél a te feladatod, hogy a lokális cache-t frissítsed, ilyen például a Debian, meg Ubuntu-féle APT. A te dolgod, hogy a központi csomagtároló és a saját csomagtároló közti metaadat frissítést explicit módon kierőszakolja. Erre szolgál egyébként update parancs. És van olyan, például a Jun, amelyik automatikusan intézi, hogy ha egyáltalán kilát a repóhoz, akkor automatikusan frissíti a lokális repó leírást, eredményeképpen ugye te minden esetben szembesülsz azzal, hogy ő már pedig le akar gyálni valamit a hálózatról, de feltételezve, hogy jók a hálózati kapcsolatok, ugye ez azt jelenti, hogy neked mindig friss az adatbázisa. Na most, gyakorlatilag ugye itt a felső sorban egy általában javasolható mechanizmus, azaz, mielőtt bármilyen csomagot telepítenél, mondd azt, hogy update. Ez ugye a meta adatbázis szinkronizálása, önmagában néhány meg a néhány tíz meg a letöltését jelenti, tehát mondjuk modern annyira azért ne. Majd, ha már friss az adatbázison, akkor jöhet az update install, illetve, ugye, hogyha csak annyit akarok elérni, hogy bocs, bármi, ami fönt van abból a lehető legfrissebb verzió, ami a központi csomagtárolóban legyen, van, az legyen fönn nálam is, akkor jön az upgrade. Az upgrade lényege, hogy megnézi, hogy most mi van fönn, mit mondanak a metainformációk, és a metainformációk alapján, amit föl kell frissíteni, abból leszedi a legújabb verziót, leszedi a régit, felrakja az újat. És ilyenkor egyébként kezeli azt a részét is, hogyha például a függőségben némi változások voltak, megjelent egy új függőség, persze azt is veszedi. Mellékesen arra is képes, csak automatában tudtommal nem csinálja meg, nem. Tehát arra is képes, hogy számon tartja, hogy egy csomag azért került föl, mert te fölrakadtad, vagy azért kerül föl, mert valakinek a függősége volt. Mi a kettő közti különbség? Ha valakinek a függősége volt, akkor ha leszedtem azt a valakit, akkor ezt is el lehet szedni lévén, nem akartad önmagával használni. Míg ha te telepítetted, akkor nyilván oka volt, hogy miért telepítetted fel. Úgyhogy lehet ilyen clean, illetve autoclean műveletekkel kitakarítani azt is, aminek fölraktam, kipróbáltam, nem tetszett, valamiért fönnmaradtak ilyen olyan a függőségek. Na most például a SUSE alatt a cippernél az update-nek gyakorlatilag a megfelelőjét úgy hívják, hogy refresh. És az upgrade, azt a cipper update-nek hívják. Magyarul az a szerencsétlen emberke, aki különböző disztribúciókat képtelen menedzselni, az általában itt egy kicsit tudathasadásos állapotba szokott kerülni. Nekem például annó legalábbis fél évbe telt, mire megszoktam, hogy mikor update, mikor upgrade. Aztán nyilván volt az az egyszerű megoldás, hát nagyon egyszerű, mindig update és mindig upgrade, de ebben a sorrendben, mert ez a jó. A fordított sorrend sajnos nem jó semmire, mert mindig csak egyen elcsúsztatom a frissítést. De mondjuk hát az ilyen triviális különbségekből azért persze össze tud jönni egy elég rendes fejfájás. Nem véletlen, hogy azért általában úgy kialakul, hogy az emberek vagy deb és apt irányba, vagy RPM irányba, és aztán az, hogy most azon belül melyik, az esetleg, ha tudja, akkor rajta múlik. Nem piszkálódásképpen több olyan helyet ismerek, ahol a cippert azt kiváltották, ott az a gyári
csomagkezelő, és azt mondták, hogy olyan eszközöket raknak föl, amik szerintük jobban működnek. És ebben a vicc az, hogy két elég brutál méretű multiról volt szó, amelyiknél ezt hallottam, és két teljesen másra váltottak. Én annól egyébként nem meglepődtem rajta, és a mai napig nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz. Mindenki eldönti magára. Tehát nyilván, hogyha neked életben nem volt problémád Suzéval vagy a Cipperrel, akkor most az, hogy én azt mondtam, hogy nekem igen, semmit nem jelent. Nyilván, ha neked is volt problémád, akkor nekiállunk és lesakkozzuk, hogy melyikünké volt a nagyobb szívás, körülbelül ennyi a lehetőség. Na, szóval, ha minden igaz, akkor én itt a csomagkezelésnél ennél többet nem óhajtanék mondani, mint azt, hogy még egy nagyon rövid, három betűvel álló hozzátartozó infót szeretnék itt elmondani, de azt most már mondjátok meg ti. MAN! Ugye? Mert ugye megint hangzott el itt jó pár parancs, és hát utaltam rá elég egyértelműen, hogy van itt még jócskán, amiről nem volt szó, tehát ez jéghegy csúcsán álló bolha, és azt még lehetne ragozni, szóval ez annyira még nagyon-nagyon alap információ. Tudjál róla! És innentől kezdve ugye tudjad, hogy ott kell csomagot fölrakni. Ha kezedben van a csomagfájl, akkor RPM-mel, DPKG-val, ha nincs a kezedben, mert ugye már olyan környezeted van, jól bekonfigurált repo mellett, ugye abget, jul, cipper, vagy mit tudom én, micsoda. Attól függ, hogy mit választottál. Emlékeim szerint, ugye amikor az volt az első feladat, első házi feladat, hogy két különböző, vagy lehetőleg különböző disztribúciójú virtuális gépet telepítsél, akkor azt is mondtam, hogy ebből az egyik legyen Ubuntu, és a feladatok úgy is vannak megcsinálva, hogy feltételezem, hogy ebből az egyik Ubuntu. Az, hogy van-e itt olyan ember, akinek a másik is kész van, ezt inkább most nem firtatnám. Jó? Na! Hát akkor jó étvágyat, és hát aki esetleg úgy gondolná, hogy szeretné tudni, hát tovább ebben a hálózattal fogjuk folytatni. Ezek szerint valamikor legyen kettő, utána egy kicsit élet.